stronciumban, báriumban, alumíniumban gazdag jó reggelt kívánok mindenkinek. Továbbá, adjon Isten jó napot, ma 2023. október 5-e van. Amint láthatjuk és hallhatjuk, gyalogtúra van és fölfelé megyünk. Hogy hol is vagyunk? Itt vagyunk Komlóska határában. Komlóska elején leparkoltunk, és megyünk föl a Pusztavárba. Utána pedig megyünk, megkeresünk egy olyan helyet, ahol még nem voltamtunk. A Darnói apátság romjait szeretnénk fölkutatni, amely abban az irányban van. Így röviden ennyi. Most a piros romjelzésen kapaszkodunk fölfelé, eléggé húzós. Régen jártunk itt, jó pár évvel ezelőtt, se baj, eljöttünk megint. A kolostornak a romjai már nagyon régóta foglalkoztatnak engem. Napi 8 órában. Nézzük, milyen zsír ez a fa. Evezzünk lassacskán fölfelé. Elég sötét van itt az erdőben. Se baj. Kapcsolunk lámpát. Én lángész vagyok. Vigyázni kell, hogy ki ne gyulladjon az erdő a láng eszem miatt. De ez jó arra is, hogy ezzel a nagy láng eszemmel világítsak. Itt vagyunk a piros romjelzésen. Aka rom, hogy fölérjünk ma. Onnan jövünk lentről, eléggé meredek ez az emelkedő. Aki már járt erre, az biztosan tudja, hogy miről beszélek. Aki nem, annak pedig házi feladat eljönni Komlóskára, a Pusztavárba. Ne csak én szívjak. Na, de már ott van fönt a vár. Látni ott a fák között egy kis eget. Evezzünk. A mai napon egyedül jöttem túrázni. Gabival azért jó jönni túrázni, mert az összes szarvaslégy, ami létezik itt az erdőben, az mind rászáll. Ha egyedül jövök, akkor rám száll. Ha mindegy, mai nap reméljük nem lesz sok szarvas legyünkben. Gazdag túránk. Ezt nézzétek, de zsír az erdő. És még mindig onnan jövünk a távolból, elég meredeken. Nézzük csak, milyen érdekes gombák vannak itt. Úgy néznek ki, mint a korall. Vagy a korál. Na, gondolom ez korallgomba. Korán, korall. Hú, de jó emelkedős ez a rész. A betyárját. Nem sokára fölérkezünk a gerincre. És onnan már csak egy kicsi emelkedő van. Jövünk, megnézzük, mi újság a várral, hiszen nagyon régen jártunk a várban. Van egy jó pár éve is. Ezt nézzétek, de jó ide megérkezni. Napocskánk valahol azon a részen tanyázik, még felhők takarják az sugarait. Nem baj, majd hát, ha kisüt a nap. Ők mára ilyen felhős időt mutattak, pont ugyanilyet, mint most van. Nem baj. Megyünk. Akik itt lakunk az Emplénben, Abaújban, azoknak nem kell elmenni a nagy pusztára, mert itt is van puszta, előttünk puszta vár, és vár minket a puszta. Nézzük csak, itt van valami táblácska, van ám itt tanösvény is. Nézzük csak, mi egyből belecsaptunk a közepébe, 15-ös, mindjárt mutatom,
Komlóskai telér tanösvény, beerdősülő kaszáló rét. A többit nem olvasom el. Reggeliztem egy mákos levelest, rizsára most nem vagyok éhes. Na, mindjárt jövünk. Nem is tudom, aztán talán vissza le fogunk menni, hogy folytassuk utunkat a romhoz, Darnói apátság romja. Jött volna Zoli is túrázni, de ő kimentette magát azzal az indokkal, hogy pálinkát megy főzni. Na jó, ez megbocsátható, elfogadható. Persze csak akkor, hogyha majd hoz egy kis kóstolót, hogy vajon milyen lett az almája. Na. Úgy látszik, a várnak a lakossága nem nagyon törődik ezzel a kaszálással. Persze, hogy nem, mert már régen elpusztult ez a vár. Ez csak egy vár rom. Na, nem is tudom, merre menjünk. Erre. Hú, de rég jártunk itt. És oda fogunk fölmenni. Oda a felhő alá. Aha. Aztán elővesszük tájékozódási segédünket, és megyünk is. Hú, de jó hely ez. Így korán reggel, 8 óra után, kicsikét erős. Oj, de zsír a kilátás, azt a betyárját. Ezt nézzétek meg. Hú. Na, ez megérte, ez a reggeli fölkapaszkodás. Kicsit szaggatottan beszélek, keresem a levegőt. Hú, ezt nézzétek. Hú, de korszerű. Előttünk, ott lent Tolcsva, az pedig a Szokolya. Ez is Szokolya, de nem az a Szokolya, ahová szok menni a doktor úr, ez egy másik. És ott a távolban, ott pedig Tokaji TV-torony található. Na, egészen jó hely, ahogy nézem. Amúgy szerintem hülyeséget mondtam, mert az nem Tolcsva, az Erdő Horváti. Igen, Tolcsva arra felé vanni, abban az irányban. Guruljunk tovább, menjünk föl a csúcsra. Ennek a várnak volt 2 tornya is annak idején. Majd egy pár szót mondok róla, vár az egyik videóban részletesen dióhéjba foglalva mondtam el a dolgokat. Azt a itt van napenem is. Ú, de zsír. Ezt figyeljétek. De jó. Napelem. Egyszer az egyik komlóskai videónk alá kedves nézőnk írta, hogy a férje is pár társa hozta föl ide ezeket a szerkezeteket. Na, milyen helyre hoztalak tíkteket? Előttünk található Komlóska ruszinok. Komlóska és a többi. Jó helynek néz ki. Mi valahol itt parkoltunk. Már jártunk ott a Szkalka sziklánál is egyszer. És van valami aranybánya is valahol azon a réten. Mai nap nem hiszem, hogy fölkeressük. Na mindegy. Ezt mutatja. Annyi, hogy a kakas későn kell, most kukorékol. Új, de jó idő van, ezt nézzétek. Mert gyönyörű. Édes Istenem, ez az Emplén, de csodás hely. Azt a kutyafáját, ezt nézzétek. Hű. Na, milyen helyre hoztalak titeket? Nagyon korszerű. Doktor úr a tavasz folyamán, amikor kerékpározott, valahol a piros jelzésen, az ott Erdő Horváti,
és a piros jelzésen gurigázott át Magyaróskára, mely település valahol a hegyek mögött fekszik. Még egyszer megmutatom ezt a gyönyörű panorámát, mert szerintem ilyet nem minden nap látni. És arrafelé, a Tokaji TV-torony után kezdődik a nagy magyar valóság. Olyan vagyok, mint egy evangélikus lelkész. Persze ezt nem sértésnek mondom, csak azért, mert már láttam evangélikus lelkészt tabletről mondani a dolgait. Na, hát úgy vagyok én is, itt van Pusztavár romjai, erről olvasom. Nézzük csak. 14. század második felében építette a falu akkori birtokosa, a Csirke család. A 15. század folyamán a Debrői család birtokolta, és ekkor foglalt el Giskra huszita vezér, akitől a vár sorsára nézve végzetes harcok árán Mátyás király vette vissza. A vár a harcok során elpusztult, és többé már nem építették újjá. A Pusztavár elnevezés erre a hosszú romos időszakra utal. Az erődítmény téglalap alaprajzú volt, és a két végén egy-egy körbástya erősítette. A monda szerint a hegyvidék többi várához hasonlóan a föld alatti alagút kötött össze Sárospataki várral. Ezt a komloska.hu oldalról olvastam. És van itt ilyen is napelem. Szerintem ezt nem Mátyás király tette ide. Na, menjünk tovább. És mutatom, pillanat. Itt van a vérkép is. Lehet, hogy sokat nem látunk belőle. Megyünk tovább olyan helyre, hogy Darnói apátság romja. Átjöttünk ide, meghívtak a nappaliba minket egy kávéra. Sajnos én nem kávézom. Várjunk csak. Azt mondták, hogy itt jó a kilátás. Hú, de komolyságos. Ezt figyeljétek. Hoppá, itt is itt van a várfal még. Hú, de jó. Mi valahová a mögé fogunk menni talán. Úgy valahogy. Innen is ugyanazt látni, mint a másik helyről. Hát még mindig itt vagyunk fönn a várban. És nézzük csak, szerintem ez lehetett az egyik bástya elvtárs. Ez olyan kör alakúnak mondható. Nézzük csak, aha. Így. Itt vagyok a várban, látni az árnyékom. Árnyékoma. Na, jó hely ez. És ott is ott van a tanösvénynek a jele, és van ott valami lócaszerűség is. Ki lehet ücsörögni. Ha most itt lenne Gabi, 100 000 %, hogy lenne szarvasbőgés. Mert vele szoktam hallani. Érdekes, jányommal kimentünk szarvasbőgést hallgatni. Pénteken este nem hallottunk csak egyetlen egy bőgést. És ott van lent Komlóska. Na. Na de visszatérve erre a szarvasbőgésre, ha kijövünk ide, akkor mindig hallunk az erdőben, napközben, és nem is este. Jaj! Most inkább egy kutya ugat odalent. Jó az is. Na! Akkor óvatosan gyertek, eléggé csúszós, apró, kavicsos, szinte már homokos. Itt ez a vár oldal. Ezt nézzétek, itt olyan nagy kőeső volt,
Itt egy kőtó csak keletkezett. Nem is folyt a kő, egyszerűen csak ilyen nagy eső esett. Kőeső, kőeső, hát hogy ne kőne, a régen esett. Még arra is el lehetne kolbászolni, mi már jártunk arra. Aki kíváncsi rá, keresse meg a 2019-es vagy 20-as videómban, amikor itt jártunk és keltünk. Na, menjünk lefelé. Jó volt ez a kávé, bár soha nem kávézom. Na, gurigázzunk le, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt is még van várfal. Tehát ameddig tartott ennek a hegynek a tetejének a lapos része, addig fal volt. Na. De jó volt ide fönt, Tarnicán. Ezt nézzétek, szokásos felhők és fák mögött bujkáló nap. Azt a de jó idő van itt. Nincs senki, reggel 8 fokot mutatott a hőmérő, és az autóban elhelyezett hőmérő is 8-at mutatott Székesfővárosunkban. Reggel az autótól ezen az úton jöttünk, és ez az út az egészen jófajta kivezet minket Komlóska elejére. Ha itt tovább lemennénk, akkor van ott lent egy állat simogatószerűség is. És a vártól innen jöttünk a romjelzésen. Most haladunk tovább jelzetlen úton, megyünk a romhoz. Láthatjuk, hogy itt is el vannak dobálva a pézsék. Elég népszerű hely lehet. Olyan, mint a Zsák utca vége, az is népszerű, mert sokan megfordulnak ott. Na, guruljunk továbbra is. Nézzétek már, még itt is van romjelzés. Még mindig ezen a jófajta köves úton megyünk. Érdekes, eddig még szarvasbőgést nem hallottunk. Vagy már kilőtték az összeset, vagy lusták a szarvasok, vagy elmentek dolgozni. Ki tudja. Azt a mennyi akác van itt, nézzétek már. Hogy került ide? Sú! Ez egyszer elszaporodik. Nem lehet kiírtani. Azt a mekkora tüskés akác. Hű. Na, menjünk tovább. Én úgy terveztem, hogy fölmegyek majd Tolcsva mellett található Várhegyre is. Azon van Várak az emplémben igazoló kód. A térkép szerint, papírtérkép szerint itt kellene lenni egy útnak, amelyik jobbra kanyarodik és fölmegy olyan helyre, hogy Kerekfej, és azután van az a Tolcsvai vár, valahol itt. De ezen a sűrűben, vagy ebben a sűrűben utat nem találni, sehol sem. Passzus, akkor az úgy látszik kimarad, hát a papírtérkép az nem mindig az aktuális állapotot mutatja. Valahogy úgy kell csinálni, a papírtérkép és a legfrissebb digitális térkép kombinálva, keveredve, keverve, de nem rázva. Valahol van itt almafa.
Na mindegy, hát ez van. Nem találtuk meg az utat, nem megyünk arra. Itt van egy út, de ez melyik? Ez biztos, hogy nem az. Hogy itt kellene menni? Lehet, hogy ez az, hogy megnézzük. Nézzük? Hú, de fáj a térgyemnek a kalácsa. Azt a betyára. Aha, ez teljesen úgy néz ki, mint egy út. Igen. És már itt véget is ért. Azt a de zsír. Nézzétek csak. Hú, de szép bükkös. Ilyen szép bükköst csak a bükkben látni. Kedves nézőnk említette, hogy a bükk mostoha gyerek. Hát igen, cseppecskét messze van, drága a benzin. Basszus kulcs. Majd ha 600 forint alá megy a benzin, akkor megyünk a bükkbe. Muszáj lesz ezt is törvénybe iktatni. Na, idáig tartott ez az út, hogy most innen jobbra, é vagy balra, azt nem tudom. Nézzétek, láttok utat? Én sem. Na mindegy. De a fába be van vésve, hogy BG, be ne gyere. Be ne gyere. Akkor már csak bejövünk, ha így kiírták. Hát, tudja a lekvár. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy mi a pálya. Úgy döntöttem, mégsem megyünk ezen az úton, már térkép szerint sem azon az úton vagyunk, és ezt nézzétek, mekkora csúzlifa. Na menjünk ahhoz az apátsághoz. Majd arról is fogok felolvasni egy pár mondatot. Jó, ide szép, ezt nézzétek. Aj, ide jól néz ki. Na, mindjárt visszatérünk ide. A gyérfenyvesbe. Csak itt-ott, amott van egy-két fenyőfa. Na, Guriga a nagy varázsló. Menjünk tovább. Hoppá! Erre evezgetünk. Olyan jó nyugika van, azt elmondani nem lehet. Nincs itt senki az erdőben, nem vágnak fát, nem zúg a motorfűrész, és sajnos szarvasbőgés sincs. Lesz majd itt, térképről olvastam, olyan hely, hogy zsidó darnó és pap darnó. Nem véletlenül a darnói apátság elnevezés. Premontrei rend. Gyönyörű ez a hely. Azt nézzétek, milyen szépen megvilágítja a nap a még zöld leveleket. Azt a betyárja. Mondom, itt a hegy mögött van olyan rész, hogy kerekfej. Ott kellett volna nekünk menni, ha lenne út. Át a Tolcsvai Várhegyhez. És ha elnézünk arra, átlátnánk a fán, az ott szemben a kis darnó tető. Jaj. Na nézzük, milyen a szeder termés. Sajnos a szeder már nem érik meg. Hú.
Aki teheti, az nyugodtan jöjjön ide Komlóskára. Amúgy jó hely. Fölszalad a várba, és akkor azt mondja, hú, hát szemlédi úr is itt járt. Na már mennyit emel a hely az értékén. És ha még eljön erre is, az maga lesz a csoda. Úgy fújok, már korán reggel szondát fújtam. Rendőrség ellenőrzést tartott székes fővárosunk körforgalmánál, úgyhogy nem volt menekvés. Nézzük csak, milyen jó helyre érkeztünk meg. Basszus. Már mondjuk elég volt ebből a fölfelé menetelből. Zsírkorszerű ez a rét. Ezt nézzétek meg. Hú, de jó helyen vagyunk. Na, menjünk tovább. Megolvassuk a vérképet. Nekünk merre kellene tovább menni? Menjünk erre, én amondó vagyok. De jó hely. És valami zöld jelzésbe fogunk belecsatlakozni majd. Na, nézzük csak. Hát onnan jövünk. Abú az iránybú. Pont onnan. Hű, mekkora hangyaboly. Ezt nézzétek. Dolgoznak rendesen. Úgy látom, most fát hordanak. Bekészítik a tüzelőt télére. Na. Ú, de jó idő van itt. Azt a betyár. Ú, de jó helyen vagyunk. Egyszerűen csoda ez a hely. És ez a fa is. Nézzük csak, itt már be vannak készítve az őszi falevelek. Köszönöm szépen, fiúk, hogy leterítettétek. Tudták, hogy jövök. Na, menjünk tovább. Ú, basszus, olyan időváltozás lesz. Fáj a bokám, amiben a csavarok vannak. Kutyafüle. Lehet, hogy nem is kellett volna beleengedni, hogy beletegyék azt a csavart, tudja az Isten. Na. Hú, milyen jó helyen vagyunk. Ezt nézzétek. Eltévedni sem lehet, hiszen onnan is jön út. Onnan is. Nem baj, menjünk erre felé. És meglátjuk, hogy mi van erre. Valahol itt ennek a résznek a neve az, hogy zsidó darnó, ha valaki térképen követné nyomon utamat, annak mondom. Ó, de jó idő van, Istenem. Vétek lett volna ma menni dolgozni, az biztos. Inkább egy nap szabadság. Ezt nézzétek. Mi történt itt? Nézzétek csak. Olyan, mintha UFO szállt volna le. Olyan hasonló a gabonakörhöz. Mi volt itt? Dezsír. Zempléni UFO. Haszta kutyafáját. És még a hold is fönt van. Hoppá. Ottni. Csökkenő hold van. C betűre emlékeztet. Na most merre menjünk? Menjünk erre. Pedig nem arra kell. Mindegy, majd kitaláljuk. Ahol az előbb voltunk, az UFO leszálló helyen, ott nem jó helyen jártunk, egy kicsit el kellett jönnünk délnyugatra. Vissza erre a jófajta útra. Ez kerüli meg ezt a Papdarnó hegyet. Nek az a neve. És majd valahol ott a végén csinálunk egy hajtűkanyarodást. Is. De jó, még soha nem jártam ezen a részen. De úgy hiszem, mások sem sűrűn. Aki járt már itt, az legyen szíves, jelezze.
kézzel inteni, és itt a kocsinál átvételre kerül a sor. Na. Olyan csábító volt azon a réten az a tölgyes, majdnem arra mentem tovább. Nézzétek, csak itt is milyen jó. Tehát ez a papdarnó, ezt kerüljük meg. Ha még nem jártatok jófajta fenyves helyet tölgyesben, akkor feltétlenül gyertek el ide. Hú, de jó hely. Azt nézzétek. Olyan jó csend és nyugik a honol e tájon. Majdnem, hogy nincs kedvem hazamenni. Olyan jó itt. Ide járunk föltöltődni. A négy ledből még csak egy világít, a második villog. Hát még maradjunk nyugodtan. Jó lenne találnunk körtefát. De olyan nagy körtéket, mint a vasúti váltókon vannak a súlykörték. Nézzük csak, milyen helyen vagyunk. Én úgy terveztem, hogy a térkép szerint ott van egy út, amelyik így valamerre arra elvezet minket, a valóságban nincs. Tehát most lejövünk ezen az úton, jövünk, ennek a helynek a neve az, hogy Nagyasszony. És valahol ott a végén lesz egy hármas elágazás, és ott fogunk menni majd abba az irányba bal felé. Mindegy, mondom, ezen a papírtérképen nem mindig, vagyis a papírtérképen lévő út a valóságban nem mindig létezik. Ki tudja, mikori utakat jelöl, de sokkal jobb, mint a digitális, én jobban szeretem. Na, valahol itt lesz a háromszögnek a csúcsa, és majd arra felé fogunk kolbászolni. Vannak itt mindenféle utak, járatok. Menjünk ezen? Hát az Isten tudja. Ebből az irányból jöttünk, és megérkeztünk ide a háromszög csúcsára. A Nagyasszony az azon a részen van, még jó, hogy nem mentünk arra tovább olyan sokat, mert a Borzhegyhez érkeztünk volna. Na, akkor most már itt kellene találnunk valamilyen utat, amelyik visszafelé vezet. És hogyha megnézzük, hogy mi újság van ott, látjuk, hogy semmi. Na, merre menjünk? Menjünk erre? Nézzük meg ezt az utat. Nincs itt Gabi, neki a navigációban van egy nője, ő szokott beszélni. Elneveztem nénjének. Sajnos nekem nincs olyan navigation. Nénye nem beszél, ő már szólt volna, hogy elhagytuk a kijelölt utat. Na, mehetünk. Hú, de gyanús nekem ez az út. Csak az erdő széléig van út, utána a nagy valóság van. Tehát itt nincs út, nem jó felé jövünk. De zsír, de zsír, de zsír. Hát ez van. Isteni szerencse, hogy találtunk itt még egy utat, tettek ide tartalékban még egyet. Onnan a háromszög csúcsától megyünk most északra. Nézzük csak, hát itt is egészen régen jártak. Itt is csak éppen, hogy van út. Lényeg a lényeg, ha elérjük az apátságot, onnan már lesz rendes turista út, a zöld jelzés. Valami csodásan szép ez a hely. Ó, mint az összes.
körülbelül még 500 méter a rom, addig ilyen szép helyen gyalogulunk. De korszerű, érintetlen terület, itt aztán tényleg nem járnak emberek. Hú, de zsír. Nyugika van, távol vagyunk mindentől, mindenkitől. Köcsögök száma nulla. Szerintem itt sosem voltak köcsögök. És a biztonság is sok. Szép őszi napsütésben fürdőznek e tölgyfák odafönt. De azt nézzük, olyan, mintha tartanák az eget. Nem lenne fa, ránk szakadna az ég. Nézzük csak, meg is érkeztünk ide, a térkép szerint ez a Darnói apátságnak a romja. Mondjuk föltűn nekem is, hogy itt aztán sok kő van. Nézzétek csak, ott az a kőfal maradvány, itt is van valami maradvány, de zsír. Na, láttátok az előbb? Azt mondom, mi azt. Aztán itt húzódik a másik kőfal, így. Csak furcsa volt, hogy sok kő ki van itt rakva. Ezt nézzétek. Itt is itt húzódik a fal. Mi az a... Majdnem mondtam egy cifrát. Ezért jó, ha van rajtunk egy sapek, nem a fejbőrünket hasítja föl az ág. Na majd valahol kinézek egy helyet és olvasok föl egy pár mondatot. De kár, hogy elpusztultak ezek a helyek. Nézzétek csak, hű, van ám mécses is. Itt mi, látjátok? De hát szoktak ide járni. Nézzük csak, ismételten evangélikus lelkész vagyok, olvasom. A premontrei rendnek a leleszín kívül még egy prépostsága volt a Darnói. Ezt a prépostságot némelyek a váci, mások az egri egyházmegye területén keresték. Szirmai not.topogr.com.zemplő.czímű művében noha holfekvését sejti, mégsem meri kimondani, hogy a Tolcsvai Sárospadak közti Darnó szőlőhegy környékén a premontrei rend nagy boldogasszonyról címzett darnói prépossága emelkedett volna, hanem egy 1369 évi oklevélre támaszkodva Darnót Lelesz fiókjának tartja. Pedig a darnói préposság monostorának romjai ma is láthatóak a pataki határ mentén Báró-Waldbott erdejében. A préposság eredetét homály fedi. Legrégebbi emléke egy 1336-ban kelt határjáró levélben van, mely a Darnói egyház fennállásáról tesz tanúbizonyságot. 1369-ben azonban már prépostság és egyszers mint hiteles hely is volt. Hát így röviden ennyit, ha valaki szeretne többet megtudni, az az arcanum.com oldalon megtalálja, ott van, hogy Darnói prépostság. Hát többet nem szándékozom itt elmondani e helyről. Menjünk. Előbb említettem azt, hogy Lelesz. Az a település itt van Felvidéken, valahol Királyhelmec környékén. Hogy milyen lehetett ennek az apátságnak itt
az alaprajza, lövésem sincs. De amúgy korszerű helynek mutatkozik. Egy kicsit hasonlít ezekre a bronzkori várakra. Jó, hát mondjuk azok sokkal öregebbek. Kipipálhatjuk a Zemplénnek ezt a részét is, ezt a darnói prépostság, apátság, stb. Stb. Még itt van csomp is, de zsír. Milyen korszerű, mi ez, kőfal lett volna, vagy valami kőrakás csak? Lehet, hogy valami kőrakás, vagy esetleg ide van eltemetve valaki. Nem tudom. Na, nézzük csak. Lehet, hogy újjáépítetem. Ki tudja. Itt jól látni a falat. Ott a fal. Ott röviden ennyit. Evezgessünk tovább. Most már becsatlakozunk majd a Szent Erzsébet útba is, és a zöldjelzésbe is. Na, még egy pillantást vetünk ide, innen a sarokról. Ez volt a darnói apátság. És nézzük csak, mit találtam. Hoho! Valaki itt hagyott egy biztonsági övet. De zsír, ezt nézzétek. Hú, de korszerű. Ennyire veszélyes környék, hogy biztonsági övet kell itt hordanunk magunkkal? Lehet. Mi ebből az irányból evezgettünk, csak úgy lassacskán élveztük ezt a szép őszi napot, amikor is megpillantottuk a célhelyünket, aztán pedig evezünk tovább. Hoho, itt már találunk egy romjelzést is. Itt né. Mondtam, hogy a zöldjelzés az itt jobbra fut mellettünk odalent. Na. Nem fontos ilyen kalandos úton megkeresni ezt a részt, ezt Komlóskáról is meg lehet keresni. Nyugikában zöldjelzés, Szent Erzsébet út és a többi. Hoppá, ott pedig van egy ismertető tábla. 1294-ben már állt a pataki darnói premontori szerzetesen a Boldogságos Szűz Máriáról elnevezett temploma. Tehát akkor voltunk, hogy nagyasszony rét, akkor az valószínűleg azért, mert ehhez kapcsolódik. A prépossága valószínűleg Tolcsa nemzeti család monostorként alapította a középkorban szőlőbirtokkal és halastóval rendelkező kolostor hiteles hely, temploma pedig jelentős búcsújáró hely volt. A mohácsi vészt 1526 követően köveit felhasználták a pataki vár építéséhez. És itt van a Szent Erzsébet út, Spatakról indul, és valahol mi most itt vagyunk. Azt is jó lenne egyszer bejárnunk, de csak úgy óvatosan. Na, nézzük csak. Aki Sárospatakra szeretne menni, az arra eltolhatja a biciklit. Mi pedig megyünk erre tovább. Ha valaki kitalálja, hogy ennek a rétnek mi a neve, az ügyes. Itt vagyunk az apátság mellett. Itt van egy hosszú rét, aminek a neve nem hosszú rét, hanem
Barátrét. Milyen találó a neve. Na most már mi is találjunk vissza a turista útra, a zöld és a Szent Erzsébet út jelzésre. Itt is már be vannak készítve őszre a falevelek. Látjátok? Itt a valóságban sárgább, a kiskamera automata fehér egyensúlyon van. Nem baj, jó így is. Evezgetünk óvatosan ezen a zöld jelzésen, és ennek a helynek a neve, ahol most vagyunk, az, hogy nem sokára becsatlakozik a piros jelzés jobbról. Aztán folytatjuk majd utunkat közösen Komlóskára. Ebből az irányból jövünk, és most mutatok nektek egy érdekes dolgot. Nézzétek csak! Itt van befőttes üveg, pillepalack, pillepalack és még sörös üveg is. Ezek a szarvasok, őzek, muflonok, egyéb erdei állatok, miket össze nem hordanak ide? Édes Istenem, itt szemetelnek az erdei állatok, mert ez biztos nem ember hozta, az kizár dolog. És még ezeket védik, nézzenek oda, hát ők hordják tele az erdőt szeméttel. Na, hát elég szégyen. Jó, amúgy csak vicceltem. Az állatok nem szemetelnek, úgyhogy az erdőben viselkedjünk állatmódjára. Na, valahol már a pirosnak be kellene köszönni nekünk. Ebből az irányból evezgetünk, és nézzük csak. Hoho! Találtunk egy országos kék túrás térképet, de meg is mutatják, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk. Na, milyen jófajta utak vannak errefelé. Figyeljétek, kitűnően kerékpározható, az is nagyon jó, és ez a köves rész kimondottan jó. Nézzük csak, van itt még, aha, Tokaj-Borvidék, Tokaj-Vine region, Komlóska 2,1 km. Mi ez a ládikó itt, nézzétek már, de érdekes, ez postaláda, hogy mi a lekvár van benne, na mindegy, lényeg a lényeg, panoráma túra út. Aha. Jó, akkor nekünk ezt az útvonalat kell követnünk, mert egyik kedves nézőnk mondta, hogy jó lenne, ha a panoráma túra útra is elnéznénk valamikor. Akkor valószínűleg ez az, majd fölkeressük ezt a tbft.hu oldalt, és azon hát, ha rajta van. Na mindegy. Arra patak van. Igen, ott a tábla. Hú, de komoly helyen vagyunk, ezt nézzétek. Hú, de zsír az a hegy ott fönt. De jó lenne azon megenni egy mákos levelest. És úgy láttam, hogy van ott ám egy házikó is. Napelemek vannak a tetőn. Na, gurigázzunk tovább. Jól adja neki a nap, most már biztos van, vagy 21-22 fok. Reggel olyan hűvös volt, a hűvös völgyben éreztem magam, ahogy jöttem keresztül az aranyosi völgyön. Ott van az a házikó, amit az imént említettem. Hát az vízművek. Gondolom ott van az ivóvíz bázis, ivóvíz főhadiszállás. És a többi. Nézzétek csak azt a hegyvonulatot? Annak a tetején nem jártunk ma. De zsír, a másik oldalán voltunk, és valahol a végén kerültük meg. Na, ezt nézzétek, milyen jól kerékpározható út van itt.
Jó ez a piros és zöld és Szent Erzsébet útjelzés. Ebből az irányból jövünk, és már előbb is láttam ilyen mély árkokat. Nézzétek csak, ilyeneket mi. És mi meglepő, olyan mély az árok, hogy valamikor az alján egy ház lehetett, mert a tetőcserép ott van benne. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem az, hogy ilyen árkos rész, ott lát ilyen részt Nagynyugodó és Makkosatyka között láttam. Zsírom úgy. Nem sokára következik Komlóska. Ú, de jó idő van itt is. Ez is olyan jó ez az út, kedvem lenne itt kerékpározni. Lehet, hogy egyszer kellene olyat csinálni, kerékpárokat felrakni csomagtartó, aztán lehetne csapatni. Átcsapatnánk patakra. Innen jövünk a piroson, és nézzétek, hogy milyen jó hely, azt a betyárját. Korszerű. Igaz, hogy a mai túránk egy kicsit rövidre sikeredett, mert a Tolcsvai Várhegyre nem sikerült fölkapaszkodnunk. Bánya-kánya. Nem baj. Kell ilyennek is lenni. Ha lenne nálam egy drón, szívesen készítenék felvételt. Jó ide, jó hely. Azta. Ez valami csoda. Nagyon korszerű ez a Komlóska és környéke. És ha elnézünk oda a távolba, ott voltunk reggel Pusztavár. Még azt nevezték régebben Solymos várnak is. Csak ahogy elpusztult a vár, akkor Pusztavár lett a neve. És ott is van ám egy jó hely, ezt így magamnak mondom, azon részen van egy tisztásos rész, oda is jó lenne elnéznünk egyszer. Ezt a Komlóska és környékét annyira elhanyagoltamtuk, hogy nagyobban megnézzük. Még legénykoromban kerékpároztam itt át Újhutára a zöld jelzésen. Még mindig Komlóskára tartunk lefelé. Velünk szemben a Bolháshegy, és ott a távolban a Szkalkahegy. Ú, de jó idő van ezen a réten. Azt a betyárját. Ez jó laza túra, ezt szerintem általános edzettséggel is végre tudja hajtani bárki. Itt van ez a panoráma út. Na, ez érdekel engem. Tokaj-Borvidék panoráma út. Aha. Na, erről jó lenne valami vérkép vagy hasonló. Jó ide, jól adja, ezt nézzétek. De korszerű. Abban az irányban van ott Újhuta. Sőt, már jártam ebben a görög katolikus templomban is. Ennek az az érdekessége, hogy nincs elzárva, úgy, mint, nem tudom szakszóval mondani, mint a többi görög templomban, hogy elől ikonosztáz van, nem ez itt nyitott. És én úgy tudom, hogy a hívek kérték, hogy ilyen legyen ez a templom. Itt vagyunk a tanösvény első pontján, a tájház. Nem tudom, hogy nyitva van-e. Megkívánja tekinteni, hívja a következő telefonszámot. Hát mi nem hívjuk, csak így kívülről megnézzük. Már voltunk bent valamelyik videóban látni is. De zsír. És itt van mellettünk a köcsökfa. Milyen jó vastag szalmatető. Szalma hajek. Ezt nézzétek.
Hát így röviden ennyi. Itt laknak, nem lakatlan ez a ház. Ott van rajta a lakat, tehát lakatos. A kis köcsög itt van. De itt sok a köcsög per négyzetméter. Egy-kettő köcsög. Már jövök egy ideje itt Komlóskán, és azt tűnt fel, hogy nincs szemét. Ha, nincs szemét az úton. Sem alumínium italos doboz, sem cigarettacsik. Basszus, ilyet is ritkán látni. Nagyon korszerű hely. Ha már nincs szemét az úton, az már azt jelenti, hogy korszerű. És zsír is. Nézzétek, nem látni szemetet. Lassan Komlóskának a széléhez értünk. Vége van Komlóskának, persze nem úgy, hogy vége, csak úgy táblaügyileg van vége, és a túránknak is vége van. Zsírság. Azt a mekkora gomba van itt. Nem is láttam még ekkora gombát. Ezt nézzétek. Fú. Szégyen szemre, 12:58, aztán már végeztem is a túrával. Basszus, ez nagyon rövidre sikeredett. Lényeg a lényeg, egész túrán a focira gondoltam, aztán mégis hamar vége lett. Na mindegy, az a lényeg, hogy eljöttünk ide Komlóskára, a falu előtt van egy focipálya, pihenőpark szerűség, itt hagytuk az autót, aztán egy erdészeti út indul fölfelé. Azon fölmentünk, majd becsatlakoztunk a piros romjelzésbe, megnéztük, mi a pálya Pusztavárban, utána lejöttünk a piros romjelzésre, vissza arra az erdészeti útra, amiből kiágasztunk, aztán elnéztünk a Darnói apátságba. Onnan pedig szép lassan a zöldön, a piroson, Szent Erzsébet úton visszasétáltunk ide Komlóskára. Megcsodáltuk a jó települést, ahol nincs szemét az úton. Na, így röviden ennyi. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Köszönöm szépen a Patreonos támogatásokat. Hála Istennek, hogy sikeresen végigjártuk ezt a túrát. Az Isten áldjon meg mindenkit minden jóval, majd találkozunk valahol, valamikor. Ne feledjétek, legyetek jó magyarok, és tartsatok ki. Csákány.